A mai nap folyamán a nyugat-ukrajnai Lvivben átadták azt a 100 darab lélegeztetőgépet, melyet a magyar kormány felajánlásának köszönhetően az Ökumenikus Segélyszervezet juttat el olyan ukrán kórházakba, melyek többsége a frontvonal közelében helyezkednek el. A Dnipropetrovsk, Donyeck, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Herson, Kijev, Odessa, Mikolajiv, Zaporizsja, Harkiv és Lviv megyei egészségügyi intézményekbe kerülő lélegeztetőgépek átadásáról még október folyamán írt alá Kijevben egy együttműködési megállapodást Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója, és Viktor Laskó, ukrán egészségügyi miniszter. Az orvosi eszközök összköltsége eléri a 3 millió eurót. Lehel László a helyszínen elmondta, hogy a háború kitörése óta a segélyszervezet ezen kívül már közel 45 millió euró összegben nyújtott humanitárius támogatást a bajba jutott országnak. 100 készülékről beszélünk, ezeknek több millió euró az értéke, nagyon jó minőségű készülékek az összes komoly kórházba szétosztásra kerül, most ahol vagyunk, ez az egyik helyszín, és látni azt, hogy szakértői kezekbe kerül, ez számunkra nagyon fontos, hogy a segély, amit Magyarországról hozunk, a magyar népadománya, az kellőképpen jól fel legyen használva.